Szia, örülök, hogy itt vagy velünk újra, pontosabban, hogy együtt eljöttünk megnézni Orbán Viktor egyik strómanjának, Mészáros Lőrincnek a nevén levő, hát, haciendáját. Erre azt hiszem igaz az a szó, hogy hacienda, egy nagy semmi közepén álló luxus épület, amire, ha minden igaz, és a helyiek elmondása szerint így van, akkor vadászatokat, illetve partikat rendeznek. Ide egy nagyon hosszú állami úton jöttünk be, és ez még itt, amit lát, szintén egy állami út, ahova valaki vicceskedve kirakta azt a táblát, hogy építési terület, illetéktelenek belépni tilos, illetve egy, hát én nem tudom, hogy ezt sámlinak hívják-e, vagy valami másnak, de egy feldőlt sámli jelzi, hogy ide nem szeretnék, ha illetéktelenek bemennének. Ezzel az a jó hírem, hogy mi illetékesek vagyunk, hiszen azért jöttünk, hogy megnézzük, hogy mire költi a hatalmon lévő elit Mészáros Lőrinc nevén a te pénzedet. Tehát ide azt hiszem, hogy nyugodtan bemehetünk. Itt már látszik, hogy egy gyönyörűen felújított területről van szó. Mondhatnám pázsit, bár a vakontúrások egy kicsit zavaróak benne, reméljük, hogy tavaszra majd azt is helyrehozzák, de a lényeg, hogy ezen az úton, ami itt egy gyönyörűen frissen betonozott út, lehet, hogy mi vagyunk az elsők, akik járunk, mert úgy tűnik, hogy alapvetően ide helikopterrel jön a brigád. Legalábbis találtunk egy olyan helikoptert, egy gyönyörű, szép, luxus helikoptert, amit Mészáros Lőrinc használ vélhetően, vagy Mészáros Lőrinc nevén bárki más. Ez a helikopter, amiről szó van, szintén ugyanannak az osztrák cégnek a tulajdona, amelyik egyébként a NER által használt repülőgépeket üzemelteti, akitől papíron bérlik legalábbis. Ez egy luxus helikopter, az újonnani ára 10 millió dollár fölött van, ez ha utána számolsz, olyan 3,5 milliárd forint környékén áll meg, bár lehet, hogy használtan vették. Ugyanilyen helikoptert használ az angol légierő miniszterek, parancsnokok szállítására, protokolláris célra, de úgy tűnik, hogy Magyarországon ezzel repked Mészáros Lőrinc, hogyha éppen vadászni szeretne, és eljön ebbe a vadászházba. Az a jó hír, hogy itt van lehetőség leszállni helikopterrel, a mögöttem levő részen látszik, hogy hát egy füves kör közepén kitaposott rész található. Nem vagyok nyomozó, de pláne nem nyomozókutya. Tehát nem tudom körbe szaglászni, hogy szállt-e itt le helikopter, de hogy alkalmas rá, azt hiszem, hogy laikusként is kijelenthetjük, hiszen egy sík, füves terület, ahol láthatóan szokott mozgás történni. Ugye az urak nem keveredhetnek a por néppel, viszont hát ki kéne őket szolgálni valamilyen módon. Erre szolgál ez a két lak, teljesen egyértelműen látszik, hogy ez elkülönítve a rezidenciától, a cselédségnek, a szolgáknak, a kiszolgáló személyzetnek fenntartott néhány szoba. De hát én azt hiszem, ezt is elfogadnám, azt hiszem, kompletten nyaralónak akkora méretűek. Na most értünk el az állami út végéig, legalábbis papíron idáig tart az állam tulajdona, amit ugye hát ott nem merték lesorompozni, hanem egy sámlival jelezték. Itt már egy sorompó van, ki van írva, hogy magánterület belépni tilos. Ugyanis innen kezdődik az a földterület, amit a fideszesek kijátszottak évtizedek alatt a te pénzedből. 2004-ben már megtörtént ennek a földnek a privatizációja tulajdonképpen. Simicska Lajoson keresztül, Nyerges családon át a végén Mészáros nevére kötött ki, ami nyilván egyenlő azzal, hogy Orbán Viktor és családja birtokolja ezt a területet. Kijátszották a helyi kis tulajdonosokat, a kis földtulajdonosokat, a vadásztársaságot gyakorlatilag beszántották, megszüntették és létrehoztak egy sajátot. Innentől ma kizárólag a NER elitje használja ezt a területet. Ez egy óriási terület, Mosonmagyaróvár mellett vagyunk, Mosonudvar mellett. Egy több kilométeres út vezet be ide, ahol gyakorlatilag senki más nem közlekedik rajtuk kívül. Pontosan már, ahogy mondtam, ők sem nagyon közlekednek ezen az úton, mert alapvetően helikopterrel járnak ide. 2010-ben az ÁSZ egy jelentésében megállapította, hogy jogtalanul játszották ki az állami tulajdonból magánkézbe ezt a területet, azonban az ÁSZ-nak nincsen semmiféle szankcionálási lehetősége, ők csak javaslatot tehetnek, és hát elhalt ez az ügy. Amikor lesz kormányváltás, amikor leváltjuk ezt a rendszert, akkor ennek az elszámoltatása nagyon fontos lesz, mert ez csak egy példa a sok közül, az állami földekkel általában ez történt Magyarországon. Ma fideszes kezekben vannak. Ahogy mondtam, miután átjátszották ezt a területet, és Mészáros Lőrinc birtokába került, pontosan az ő nevén Orbán Viktor tulajdonolja, úgy tűnik, hogy itt egy vendégház jött létre, látszik kívülről, hogy sok szoba, sok erkélyes szoba található a frissen felújított épületben, és hát ide nyilván szórakozni, vadászni járnak az emberek. Ahogy mondtam, általában helikopterrel. Ez a helikopter, amiről beszélünk,
két hetente, havonta egyszer minimum megfordul itt, az útját le lehet követni teljesen nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, és hát az látszik, hogy valaki a NER-ből ezzel egyfolytában repked ide. Korábban Magyar Zoltán jobbikos képviselő készített már itt videót, akkor őt biztonsági őrök kergették el. Nekünk csak annyi jutott, hogy a kerítés mögül leskelődik valaki. Reméljük meg kijön és megkérdezhetjük, hogy igazából kik járnak ide, mit csinál ő itt, vagy kinek dolgozik. Úgy tűnik, hogy valakit kiküldtek, hogy igazgassa meg a NAD-dal. Tehát ez elég gagyi, azért ezt mondjuk ki, hogy NAD-dal védik a belátás ellen a területet, és a biztonsági őrt kiküldik, úgy tűnik, hogy igazítsa meg, hogy a tujákat eltakarják a szemünk elől. Bocsánat? Hogy... Jó napot kívánok! Hogy meg lehet kérdezni, hogy kik járnak ide, vagy ki az a terület, vagy mi történik itt, vagy ön mit csinál? Sajnos ez ügyben nem tudok segíteni. Igen, de van olyan ügy, amiben tud, mert szívesen beszélgetek. Munkahelyem. A világos, világos. De hogy kik fordulnak meg itt? Ne, az világos, de hogy Orbán Viktorral találkozott itt, vagy vele nem? Nem tudok nyilatkozni. Ja, hogy erről sem. Jó. És mikor jönnek legközelebb, hogy velük lehessen találkozni, mert akkor nem kell az, hogy kik? Ezekben sem tudok segíteni. Ja, semmit, nem. Jó. Köszönöm szépen. Itt az előbb kijött a biztonságőr és megkért, hogy a sorunkot véletlenül se lépjük át. Arra felhívom a figyelmet, hogy a másik oldalának az útnak a folytatásánál, mint egy 150 méterre, szintén van egy sorompó. Onnan lehet, hogy a vadaknak nem szabad bejönni, mert nagyon úgy tűnik, hogy onnantól viszont elkezdődik az erdő rész, a vadászat területe, hát onnan sem szabad bejönni, úgy tűnik. Tehát azt már láttuk, hogy helikopter leszállásra alkalmas terület van, de ami jó hír, hogy nem kell izgulnod, hogy esetleg nincsen vétel, már pedig itt a bevezető úton sok helyen nincsen vétel rendesen, ezért saját rádiótornya van ennek a területnek, úgyhogy mindenféle mobil eszközzel lehet itt azt hiszem mindent csinálni. Félek, hogy még akár a Pegazus is telepíthető ezáltal, mert ez úgy tűnik, mint egy magántorony, hiszen magánterületen, magánemberek szolgálatában áll, és hát szép. Látszik, hogy egy tó van rögtön az épület előtt, vagy úgy is mondhatjuk, hogy egy tópartjára épült az épület. Egy nagyon nagy terasz látható még itt, ahol hát én azt hiszem, hogy kellemesen lehet időt tölteni. Ha te szeretnél ide jönni, akkor azt érdemes tudnod, hogyha helikopterre jössz, ennek az üzem órája 3000 dollárba kerül, tehát hogyha egy órát repülsz vele, az nagyjából 1 millió forint. Magyarul Budapestről ide jönni és visszamenni ezzel a helikopterrel, az bizony 1 millió forint. Úgy tűnik, hogy az, aki használja, az rendszeresen azt játsza meg, hogy ide hozza a helikopter, majd vissza is repül Budapestre, és másnap megint ide jön érte, így már 2 millió forint viszont egy út. Hát, én szerintem ez egy kicsit pazarló, pláne ha abba gondolok bele, hogy mindez a mi ellopott adónkból megy. Mi nem lopunk. Ez talán te is így vagy vele, én is így vagyok vele, viszont ezek a videók szintén pénzből készülnek. Ezért nagyon örülök, hogyha valamilyen módon támogatod, hogy elkészüljenek. Azt tudom ígérni, hogy jövünk még hasonlóval, talán még inkább olyan helyekről, ahol eddig még nem jártál. Úgyhogy kérlek, ha teheted, oszd meg ezt a videót, támogasd a csatornát, én pedig jövök még. Szevasz!